Nos, elsőnek is nagyon félek attól, hogy nem veszem fel a hangot, vagy a képet valakinél, mert három is ezt újra kéne vennünk. Az durva. Szóval... Nagyon halk lett minden amúgy. Igen, halka. Hát most lehet, hogy ez a podcast applikáció, mert előbb mondta, hogy én is behalkultam az előbb. Nem baj, hogy hangosan beszélünk. Vagy legalább, kiabálni kell. Ha valaki, ugye podcast, ha valaki nézi, vagy hallgatja, az megszívta, mert aki hallgatja, az nem hallja akkor. Igazán csak egymást nem halljuk, mert utólag felhangosítok mindenkit. Nos, ha már becsatlakoztak a hallgatók, nézők, üdvözlöm őket. Ez a Biobuilding Podcast, nem tudom, hogy része, már nem számolom. A mai napon itt van velem Előd a csapatból, illetve vendégünk Kovács Ervin lesz. Előadat hagyom beköszönni közben. Sziasztok! Nos, Ervinnel a leginkább a teremből ismerjük egymást, illetve a közösségi platformokon, és Ervint azért szerettem volna meghívni, mivel hogy az ő az edzéseiben nagyon hasonlóan gondolkozik, mint mi. Így szerintem egy nagyon jó, nem káromkodok, kibaszott jó, beszélgetést fogunk folytatni, én úgy érzem. Viszont, miért még valaki nem ismerné Ervint, mutatkozz már be, légy, hogy bászod, beszélj magadról. Hát igazából Kovács Ervinnek hívnak. Online felkészítő edző vagyok, és lifestyle vendégekkel is dolgozok. Nem olyan régóta csinálom igazából ezt. Tavaly januárban kezdtem, azóta kb. 50-60 vendégem lett, ezek között versenyzők is vannak. Tavalyi versenyszezonban két versenyzőm indult, most már közel 10 lesz, úgyhogy egyre gyarapodik a csapat. Igazából majd közben megismernek. Ja. Igazániból arra fogok most áttérni, hogy arra térjünk át az edzésre, mert ahogy te felépítetted a saját brandedet, ezt ilyenkor mindig meg szokták kérdezni, hogy nem tudom én is, amikor első megkérdezték, hogy Train by JK, vagy hogy kell ejteni, hogy angolosan, mert... Ahogy szeretné mindenki úgy ejteni. Mert annól, amikor első podcastben meg kell mondanom, hogy akkor biobuilding, vagy biobuilding. Hát mindig csak jeljezzék, megmondom. Ja. Szóval, ezen a brand alatt, szerintem igen, sok információt szoktál azért átadni, hogy hogyan edzel, hogyan csinálod, és ez ami tök jó, mert ezzel tudnak így azonosulni az emberek, és a te edzéseid nagyon hasonlítanak a gondolkodásban a mieinkre, így hamar meg is találjuk egymást a teremben, főleg mostanában. Így szerintem el is kezdeném ezekkel a tipikus kérdésekkel, ami általában elhangzik egy ilyen podcaston, hogy edzel, milyen osztásban, mi a legjobb split, ahogy egyértelműen a push-pull leg a legjobb, tehát nincs más opció. Szóval, igen, nyilván itt te is úgy vagy vele, gondolom, hogy a felosztás az mindig az egyéntől fog függeni, edzéstégi szint, stb. De hogy akkor te push-pull legben edzel, persze. Hogyan osztott fel tényleg, hogy mármint úgy, hogy oké, push-pull leg, de nyilván pihenőnapok, stb., mert ezek is mindig szoktak változni. Tehát, hogy és miért ott tartod a pihenőnapot? Abból a szempontból, tehát, hogy mit tudom én, ha láb előtt tartod, akkor miért pont a láb előtt tartod, hogy regeneráció vagy valami? Hát igazából ez nagyon változó. Mostanában igyekszem úgy, hogy két nap edzés, egy nap pihenő, majd három nap edzés, egy nap pihenő, de hát ez sokszor, kicsit sok szokott lenni ez a három edzés egymás után, úgyhogy inkább két edzés, egy pihenőt szoktam, vagy pedig úgy, hogy egy nyomó, egy húzó, akkor egy pihenő, egy láb, és a láb után ismét egy pihenő, mivel ez elég jó, kiveszi az idegrendszert. Úgyhogy nekem eddig ezek, amik bejöttek, nyilván attól is függ, hogy az edzőtermen kívül mennyi inger ér, tehát ugye mennyire fárad az idegrendszerem, stb. Mennyi munkám van, de általában szoktam tartani ezt a két nap edzés, egy nap pihenőt, ami... És hogyan ismerted fel? Tehát maga a push-pull leg, pihenő push-pull leg, ez az alapséma. És akkor az emberek kérdezik, hogy jó, de hogyan lesz egyéni, ahogy most egyénre szabtad magadnak, hogy ismerted fel azt, hogy
neked kell a 2 naponta az egy pihenő. Tehát, hogy miben érezted? Tehát, mi volt? Tehát, hogy miért nem a gyakorlatokon vagy volumenen variáltál, hanem miért itt a regenerációban? Hát igazából úgy kezdődött minden, ugye amikor elkezdtünk edzeni, akkor mindenki azt mondja, hatalmas volumennel edzünk, persze nem tudunk olyan minőségit edzeni, és ahogy ugye tanulunk közben, és jobban megismerjük a testünket, úgy egyre csökken a volumen, mármint nálam így volt, egyre jobban csökkent, próbáltam inkább a gyakorlatok minőségére rámenni, és minél kevesebb, tehát úgy voltam vele, hogy csak akkor legyen a volumen, hogy például egy gyakorlatnál van egy vagy két munkasorozat, és akkor nincs olyan lehetőséget, hogy á, most az első nem sikerült, és akkor majd a következő. Tehát itt, hogyha egyet elrontasz, akkor van 10 nap múlva újra megpróbálhatod. Tehát nincs olyan lehetőség, hogy nem figyelsz oda, elbeszélgeted, stb. Úgyhogy nálam ez az alacsony volumen, ami most kinek mi számít alacsony volumennek, szerintem, ahogy mi edzünk, az relatív alacsony. És úgy vettem észre, hogy 3 edzés után már nem nagyon tudok figyelni se, igazából meg ilyen, hát mint egy ilyen kialakuló ilyen megfázás, vagy valami hasonló tüneteket érzek, tehát ennyi túledzés van már a 3. edzés után, úgyhogy azt a 4-et már nem szoktam soha bevállalni. Azt, hogy kinek mennyi, ez is emberre válogatja, hogy kinek mikor ide. Van, aki le tud 5-öt is edzeni egy húzomba, és semmi. Például, nem tudom, van olyan is, aki van olyan vendég, amit le tud 6-ot is edzeni egymástán, és fizikai munkát végez, tehát jobban regenerálódik, jobb az alvása, tehát ez rengeteg tényezőtől függ. És azon milyen tapasztalatod van, hogy egy edzésen, nyilván most a te edzésedről beszélünk, hiszen ez mindenkinél más, mi az a volumen, amit hatékonyan el tudsz viselni? Tehát nyilván beszéltünk itt arról, hogy viszonylag alacsony volumennel edzel, és mi számít nálad alacsonynak? Tehát mi az, ameddig fel tudod engedni magad, de mondjuk azt érzed, hogy ez már felesleges, és mi az a minimum, amit úgy gondolod, hogy szükséges ahhoz, hogy a fejlődésed az maximális sebességű legyen? Hát most például vegyünk egy hátedzést, vagy egy pull edzést, mivel ott ugye nem csak egy, például nem olyan, mint a láb, hogy csak egy izomcsoport van, hanem ott van ugye a hátsó áll, ott van ugye a biceps is. Hátra általában gyakorlatonként 2 vagy 1 munkasorozatot szoktam végezni. Nyilván úgy kezdem mindig, hogy egy valami átmozgató, például egy merevkaros lehúzás, vagy valami ott akkora munkát nem tudsz kifejteni egy sorozatban, például ott magasabb, de viszont egy nagy evezésnél, vagy valami, hogyha megcsinálunk egy nehéz sorozatot, vagy pedig egy felhúzásnál, ott utána nem nagyon érdemes már még egy sorozatot csinálni, mert az már lehet, hogy nem visz bennünket semmivel előre, csak annyi, hogy legyilkoljuk az idegrendszerünket feleslegesen. Úgyhogy általában most hátra ilyen, összeszámolva ilyen 5 gyakorlatot szoktam, abból 3 2 munkasorozatos és 2 1 munkasorozatos. Bicepset nem szoktam edzeni, ez most azért, mert utálom igazából. Fú, de rossz. Így nem tudunk vitatkozni, mert mind a hárman azt mondjuk, persze, így utálom. Úgyhogy azt azért nem szoktam edzeni, néha egy-egy gyakorlatot úgy megcsinálok, de hát az még munkasorozatnak se lehet nevezni, csak úgy, hogy tiszta legyen a lelkiismeretem. Hátsóvára viszont pedig nagyon minimálisan, például egy pull edzésnél, mert ugye egész mindegyik evezésnél vagy hátmozdulatnál valamilyen szinten kap, úgyhogy ez csak ilyen kiegészítő jellegű. Tehát mondjuk ilyen, ha 5 gyakorlat van, akkor 8 munkasorozat kb. Vagy 9. Ez az, amire fel. Ugyanígy lábnál is, tehát nem gyakorlatonként maximum 2, nincs szinte olyan, ahol 3. Ez most neked jelenleg mennyi a munkasorozatod? Nekem? Látnál. Aha. Hát mondjuk, ha én is egy ilyen pull edzést nézek, ugye nekem az egy picit más a bontásom, mert én kicsit talán nagyobb frekvenciával megyek neki. De egy jelenleg belül, olyan, amúgy. Ha egy edzésen belül olyan 6-7 munkasorozatom van.
A melegítők azok viszonylag kevesek, tehát hogy én nem nagyon szoktam sokat melegíteni. Nyilván más súlyokról is Amúgy az is beszélünk, mivel pluszvolumen, Airbnb-et. sokan nem számolják bele, hogy ugye egy melegítő is tud volumenbe hozzáadni. Tehát, hogy Én se veszem figyelembe, tehát azért is mondom, nyilván. tehát annyira lazán melegítek, hogy nem veszem figyelembe, mert nyilván az a cél, hogy amennyire lehet megkíméljem az idegrendszert is a fő munka, tehát a munkasorozatra, főleg a top setre. De azt mondom, én is egy ilyen 6-7 munkasorozatot szoktam edzésenként végezni. Vicces, azért tudtam, hogy ennyi lesz körülbelül a szám. És ugye a jelenleg a tudomány azt mondja, hogy körülbelül 10 munkasorozat a limit. Tehát, hogy ha annál többet csinálsz, az a haranggörbének az alaposságára fog már vinni csak. Hát igen, csak most megint ez, ami sokszor szoktunk vitatkozni, hogy a tudománynak most mennyire Igen. hasznos az mondjuk az az adott Persze, kutatás, ami... nyilván, de ez egy olyan, hogy tapasztalat is igazolja jelzésben. Már 3 fős kutatásunk megvan. 1, 2, 3. Úgyhogy, ja, igen, tehát hogy csak hogy azt akartam mondani ezzel, hogy a tapasztalat alátámasztja azt, hogy amikor meghallod, például 15 sorozatot végez valaki, mondjuk egy adott izomcsoportra, akkor csak így, Hát mit jön a igen, csak az fejedbe? milyen sorozat nyilván, Igen, hogy... igen, igen, igen. Igen. Jó. Valószínűleg Akkor Alex meg hatékonyan nem is tud annyit végezni, tehát az első kettőnél még valamennyire tud figyelni, utána meg... Tehát azt látod, most megnézel, és nyilván az átlagembert, hogyha megnézed, egy adott gyakorlatból mondjuk csinál, mondjuk legyen az, hogy öt sorozatot. Elég gyakori, hogy ilyet látsz. hát ugye az az alap, az a 3x10, Igen. 4x20, meg Pontosan. stb. Ami És kukkol azt a látod, hogy az szín. elsőnél még valamit tényleg csinál, a többinél meg valahogy rángatja, próbálkozik még valamit csinálni, de hát már odafigyelni sem tud, rendesen erőt kifejteni sem tud, tehát hogy igazándiból nem nagyon van értelme annak a további munkának. Igen, ez amúgy például, ugye én poweres is vagyok, és nyilván abban megmutatkozik, hogy úgymond itt úgy van, hogy egy több szériát is végzi a guguláson, mert gugulás specifikusan akarsz edzeni, tehát abból akarod bevinni legfőképpen a volument, hogy minél jobban javuljon benne a technika. De itt is úgy van a legtöbb embernél, hogy van egy 4x5-öd, és valaki mind a 4 sorozatban, mind az 5 ismétlésre nagyon precíze oda tud figyelni, az tök jó, de valaki a 4-ből csak 2-re. Tehát, hogy mert a többit csak megcsinálja. És nyilván ezt ki kell tapasztalni, de lehet, hogy leveszem például 2-re, akkor már csak 1-re fog figyelni, tehát hogy ez ilyen érdekes dolog, de igazából ez nagyon gyorsan megmutatkozik tényleg az, hogy még egy poweres sem, akinek az a célja, hogy a legjobb legyen a guggolás, és minden ismétlését azt próbálja pörgetni, még ő is tud végigfigyelni az összes sorozatban. Igen. Hát meg azért ez, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon egyedi. Tehát, hogyha például nekem a felhúzásomat, ha nézzük, ugye az évek alatt sokat küzdöttem, viszonylag sok probléma van a derekammal, hogyha nem figyelek rá. És nálam például a tapasztalat azt mutatja, hogy kettő sorozat, tehát két munkasorozatnál, tehát hogy ez nyilván ott most arról beszélünk, hogy nehéz sorozat, két munkasorozatnál többet felhúzásban én nem tudok tolerálni. Tehát ha csinálok egy harmadikat, ami valahogy menni fog, az annyira sokat kivesz, hogy az már a következő edzésekre is nagyon durván kihatással van. Arról nem is beszél, hogy mondjuk a regenerációban mennyire vágja durván hát vissza mondjuk a gerincmerevítőmet. És azt mondom, hogy egy sorozat az, amit tényleg oda tudok tenni. Tehát, hogy amit azt mondom, hogy az maximum efforttal tud menni. A második az már olyan, hogy hát, ha 20 kilót visszaveszek is, már csak fele annyi megy. Tehát, hogy nagyon-nagyon drasztikusan De visszaesik. szerintem edzőként is észreveszitek, amikor programoztok 2 sorozatot, hogy az első meg a második között mekkora különbség van néhány emberben. Igen. Az orbitális szokott zengeni attól, hogy Igen, programozok a ez is hosszútávon nagyon neki. egyedi, mert van, aki tényleg háromszor is végig tudja húzni ugyanazt, és viszonylag kicsit esik a teljesítménye. Van, aki és jól regenerálódik belőle, van, aki meg egyszerűen ott pusztul meg. És nyilván nincs is értelme többet csinálni, hogyha nem tudok belőle regenerálódni. Más az, de például egy kezdőnél például ekkora volumen biztos, hogy nem működne, Igen. mert valószínű hiába írod le neki azt, főleg, hogyha most online dolgozol vele, vagy akár kezdő, tehát nem tudja kikapcsolni a többi izmokat. Most például te egy felhúzásnál azokat az izmokat használod, amik eleve szükségesek hozzá, de például aki meg kezdő, mondjuk nem tudom, mire lehet azt mondani, hogy kezdő,
talán szerintem még sok ember 3-4 év edzés után is kezdő, mindenből húzza, csak feljöjjön. Tehát az a lényeg, és akkor beírja a táblázatba nekünk, például, hogyha online van, hogy hú, igen, ezt húztam fel. De ugye azt mi nem látjuk, akár videón is sokszor nem tűnik eszembe, hogy azt miből húzta vajon. És úgy lehet 3-4 munkasorozatot végigcsinálni ugyanúgy, és akkor elfárad az egész test, nem pedig csak egy adott részre fókuszál. De hát ez megint az, hogy most ki mennyire érzi, tehát tapasztalat. Tehát ez úgy van, hogy minél jobban tudsz edzeni, minél jobban benne vagy, annál kevesebb edzés kell. Tehát, de én is, mikor elkezdtem edzeni, úgy volt, hogy minden nap edzettem heti 7-szer, minden nap teljes testet, addig edzettem, amíg le nem betegedtem a túledzéstől, mikor lebetegedtem, 3 napot pihentem, meggyógyultam, mentem újra, és addig újra le nem betegedtem. De valószínű, hogyha most megcsinálom ezt a teljes testet, akkor nem edzenék egy hetet betegség előtt, hanem rögtön utána lebetegednék már. Valószínű. Úgyhogy ez is attól függ, hogy ki mennyire jártas már ebbe, hogy mennyire van benne abban. Saját testében végül is, mert ugye az, hogy mennyire tudod irányítani a testedet. Igen, tehát ugye az is nagyon változik, hogy jól mondtad, hogy például azzal, hogy valaki mennyire haladó, nagyban meghatározza azt is, hogy mennyire tud például erőlködni egy sorozatban. Igen. Tehát nagyon sokszor látni azt, hogy például egy kezdőnél azt mondod neki, hogy vidd el bukásig, és ő el is viszi bukásig, de az utolsó ismétlés az nem olyan grindolós, nem olyan erő, tehát látod benne, hogy erőtlen. Valamit próbál csinálni a szervezete, de nem tud olyan hatékonyan működni, tehát nyilván az idegrendszere nincs rá felkészülve. És ahogy mondod azt, hogy vannak emberek, és ez szerintem nagyon sokakra igaz, hogy még akár 3-4 év edzés után is kezdőnek tekinthetők, és pont múltkor gondolkodtam el azon, saját magamon, hogyha visszanézek így a tanulási görbémre, hogy hogyan fejlődtem mentálisan ebben az egészben az utóbbi években, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy talán a 70%-a annak, amit az edzéssel eltöltöttem, az kezdőként zajlott. Tehát, hogy onnantól tudtam abból kilépni, hogy azt mondjam, hogy full kezdő, hogy elkezdtem egyre tudatosabban hozzáállni az edzéshez. Nem csak az, hogy lemegyek, és hogy jól érzem magam, meg próbálok erőlködni, meg szétedzeni magam, hanem hogy megpróbálni arra figyelni, hogy hogyan tudom ezt minőségibbé tenni. És minden sorozatot, minden edzést hogyan tudok valahogy jobbá tenni, javítani rajta. És onnantól kezdve jött az, hogy elkezdett fejlődni nagyon-nagyon drasztikusan az, hogy milyen a minősége az edzésemnek. Tehát addig csak úgy el voltam, és talán ez nagyon sokakra igaz lehet, hogy edzenek lehet, hogy már egy évtizede, de nem volt meg, vagy nem volt meg bennük az úgymond igény arra, hogy ők ezen fejlesztenek, mindig jobbá tegyék, tehát mint egy művész, hogy mindig jobbá tegye az alkotását, és emiatt nem is tudnak egy ilyen tanulási görbén tovább haladni azon a szinten, ahol megrekednek abban a fázisban. Igen. Hát most ez nem azt jelenti, hogy ahogy itt mondtuk, hogy mi ilyen kevés volumen edzünk, hogy ez a legjobb, tehát messze nem ez a legjobb, mindenkinek más az, ami a legjobb. Most van, aki például úgy szeret edzeni, hogy lemegy, és akkor lenyom 30 munkasorozatot egy karedzésen, és ez nem rossz, nyilván mindannyian mások vagyunk, de én úgy vagyok vele inkább, hogy nem kell elhúzni azt az edzést, amennyire csak lehet, hanem amikor lent vagyok, akkor effektíven el kell végezni, aztán meg menni haza pihenni. Úgyhogy nem rossz, tehát nincs olyan, hogy rossz edzés, minden működik egy ideig. Igen, valakit nem tudsz elbeszélni arra, hogy pihenjen 5 percet két sorozat között. Tehát egy perc. Igen. És ő nem fog akkor 8 sorozattal működni per edzés, tehát ő neki lehet, 16 kell, mert ugye nem tudja úgy bevinni azt a volument. Egyáltalán. Igen. Meg hát nyilván mindenkinek mást jelent, mert ha belegondolunk, alapvetően azért zajlik az edzés, vagy azért csináljuk ezt, mert ez valamilyen szempontból nem az, nyilván egy szórakozást is ad, de hogy egy valamilyen pluszt ad az életünkbe. Tehát nem olyan, hogy ki kell mennünk és harcolni a medvével, tehát hogy nem egy kötelező dolog, mint hogy sokan veszik, hogy kötelező, tehát megyünk, mit tudom, edzeni nem muszáj, hanem azért megyünk, mert úgy döntöttünk, hogy ezt szeretnénk csinálni. És nyilván ilyen szempontból mindenkinek más adja azt az örömöt. Lehet, hogy nekünk az, hogy a szemünk ki akar esni az edzés végére, a másik embernek az, amit mondtál, hogy megcsinál 30 sorozatot arra a karjára,
De nyilván attól még, ahogy edzőként arról beszélünk, hogy mi az, amivel mondjuk egy edzettet jobbá tudunk tenni, vagy a fejlődés útján tartani. Mert működik, tehát minden működik, hogy mondod, egy darabig, viszont eljön az a pont, amikor megakad valamilyen okból, és edzőként ott akkor tovább kell tudni lendíteni az illetőt, és itt jön be az, hogy akkor már nem biztos, hogy a 30 sorozatos karedzés lesz az optimális. Na, tehát mindig azt veszem észre igazából, hogy mindenki rögtön mindent akar. Tehát mindig a csoda módszereket kezdik el rögtön keresgélni, egyetlen legegyszerűbb dolgot kezdenik el. Tehát én mindig azt mondom, hogy először tanulj meg edzeni, tanulj meg keményen edzeni, és utána jöhetnek a mindenféle, ez megvan, utána mindent kipróbálhatsz, de először tanulj meg keményen edzeni. Tehát nem az az első, hogy lemész és akkor lemásolod nem tudom kinek az edzését, meg kifizeted a, nem tudom, a 3 éve terembe járó edzőnek a szuper edzéstervét, mert ő jól néz ki. Tehát először tanulj meg keményen edzeni, és akkor utána jöhet minden más, amit ki szeretnél próbálni. Tehát szuper szettek, ilyen szettek, óriás szettek, ilyen felosztás, olyan felosztás, először mindig azt kell, hogy megtanulj keményen edzeni. Tehát ezt senki más, tehát ezt semmilyen edző nem fogja neked tudni megtanítani, hogy mi az, hogy kell keményen edzeni, meg mi az a te határ. Mint ahogy mondtad is, hogy egy kezdő, vagy akár nem kezdő, akár egy haladó is, sokszor nem jól méri fel azt, hogy mi az az utolsó ismétlés. Tehát, hogy nem mer elmenni addig a határi, mint például egy vendéged mellett ott állsz, és ott is nyugodtabb, és bízik abban, hogy ezt mégis ki tudja, hát nem raktad volna fel neki, ha nem tudnál, tehát bízol benne. És ezt nagyon sokan nem tudják addig, még nem mutatod meg. Igen, meg mentálisan nehéz is. Tehát, hogy én is tudom azt, hogy még ennyi idő után én is nagyon rosszul tudom felmérni, hogy mi az, ami még benne volt. Főleg mondjuk összetett gyakorlatilag, mondjuk egy googolásnál, mi az, ami még benne volt, mi az, amit még megbírtam volna csinálni. Nyilván a legbiztosabb az, ha nem jön föl, de, és akkor már inkább lőjünk fölé. De hogy az is egy fegyelem, nem is tudom jó kifejezésre, hogy fegyelem, de hogy egy mentális erőt igényel, hogy jelen legyél annyira abban a sorozatban, hogy el tud vinni a végéig. Mert nagyon sokszor inkább az van, hogy ha az illető, és nyilván velem is már megesett ilyen, és szerintem mindenkivel, hogy nem vagy annyira jelen, és nem tudsz annyira fókuszálni, hogy nem tudod elvinni addig, mint mondjuk egy másik edzésen, de az erőszinted engedné, csak egyszerűen mentálisan nem vagy rá képes. Hát igen, jön egy blokk, ami meggátol valami miatt, legyen ez bármi, hogy akár csak nem figyelsz oda. Tehát valami más erre az eszed, például valami olyan dolgon, ami nem az edzésen kívül, hanem az élettel kapcsolatos, nem volt egy pillanatra, eszedbe jut, és vége. Igen. És akkor úgy érzed, hogy lett volna még benne kettő, és akkor nem érzed, de aztán belegondolva, hogy például a felveszed videóra, ez egy nagyon jó dolog, hogy a videó nagyon sokat elárul azon, hogy mennyivel voltál vajon te. Te úgy érzed, hogy ez nehéz, de közben meg biztos, hogy volt benne még egy 2-3 ismétlés, hogyha nagyon megerőltetted volna magad, igen. Csak ugye jön ez a mentális blokk is, amit mondtál, hogy vissza kell tenni, valamilyen szintű pszichés félelem, vagy valami. Ez egy nagyon jó visszajelzés, nem csak így, ha tanítványokról van szó, vagy edzetekről, hanem akárkinek, hogyha ugyanazt a tervet csinálod, de egyre kevésbé tudsz belőle regenerálódni, és pedig nem csináltál semmilyen változást. Vagy egyre jobban meg tudod tolni, és egyre jobban vissza kell venned a volumenbel, mert hogy egyre jobban tudod végezni a gyakorlatokat, hatékonyabban, egyre jobban megtolt, tehát egyre több effektív, tehát hasznos ismétlés végzel, és azt veszed észre, hogy fú, eddig 4 sorozatot csináltam, már csak 3-at bírok, már most már 2 megy, hú, itt valami történik. Nem én tudom, hányszor játszatok már úgy, hogy valakinek jó elődnél, tudom, hogy máshogy szoktad csinálni, én úgy tudtam csinálni, hogy megadom a nagy volument, és azt látom, hogy jó, akkor 2 hét után bennem kell vissza. Még bennem kell vissza. Megint bennem én kell. Mindig alulról kezdek. Mert előtt meg alulról megtenek. Én minimumról kezdek, még inkább kevesebbről, és akkor nézem, hogy meddig lehet fölmenni az illetővel. Aztán hozni lefelé, nyilván. Meg, ahogy, te várhatsz, hogy megtanuljon keményen edzeni, és csak akkor adod neki jobb. Én úgy csinálom, mint Szabi, hogy mindig a nagy volumen. Tehát most nagy, nyilván igen. Berakom azt a 3-4 munkasorozat, és akkor innen nézzük, hogy mikor mondja, hogy hú, ebből nem tudok regenerálni, akkor valószínű, hogy valamit jól csinálok, mert az ez kell, hogy történjen, és akkor visszaveszünk először nehezebbekből, utána visszaveszünk az izolációs gyakorlatokból is, és akkor így kialakul a végére az, hogy akár nem is kell 3 órát ott lenni az edzőteremben. Igen.
És így volumen tekintetében most egy érdekes dolog jutott eszembe, hogy így nyilván így edzettek kliensek kapcsolatában, hogy gyakori az is ezt sokszor látni, hogy valamilyen olyan izomcsoport van, ami mondjuk lemaradtnak tekint az illető, és legtöbbször azt látják ebben a megoldásként, hogy nyilván nagyobb volument kell, többet kell ráedzeni. Neked mi erről a véleményed? Hát igazából attól függ, hogy most hogy mennyi ideje, tehát hogy mióta csinálja azt a dolgot. Tehát hogyha valószínű, hogy valaki 2 éve ugyanazzal edz, és utána megreked, akkor lehet, hogy nem, akkor lehet, hogy a volumen lesz a probléma, de viszont, hogyha valaki elkezdi, és már akkor nem, tehát hogyha vagy a kivitelezés, vagy a volumen, de ez is nehéz megmondani, én soha nem szoktam a volument emelni. Tehát általában megnézzük azt, hogy mi a probléma, tehát átmegyünk azon, hogy mi valamilyen végrehajtásban van a baj, vagy valami más, vagy a gyakorlat, ugye a gyakorlatválasztás is nagyon, nagyon sokat számít, de általában nem tapasztalatból nem a volumenemelés a megoldás arra, hogy így izmot fel. Én is ezt szoktam látni, tehát hogy inkább az, hogy valószínűleg a kulcs ilyenkor sok esetben, nyilván lehet a volumen, de sok esetben inkább az a kulcsa, hogy a kivitelezésben van valamilyen olyan problém, nem azt mondom, hogy probléma, de nem biztos, hogy magában a technikai végrehajtásban, hanem lehet abban, hogy mennyire tudja precízen az adott izmon tartani a feszülést, mennyire tudja kontrollálni a mozgást, tehát valami minőségbeli változást kell eszközölni. Mert általában, hogyha minőségben változik az edzése az illetőnek, akármilyen izomcsoportról is beszélünk, akkor az eredményben is változni fog. Vagy akár az is lehet a probléma, hogy nem tud regenerálni. Tehát a volumenemelés megint nem egy megoldás lenne, hanem inkább a külső tényezőket kell változtatni, hogy több pihenőnap, akár ugyanazzal a volumennel is ugyanazzal változatlanul menne tovább, csak viszont több pihenő, hosszabb pihenő, tehát vagy akár nem is volumenemelés, hanem intenzitásfokozás, valamilyen dropsettek, rest pauze, stb. Azok is nagyon sokat szoktam. Tehát én először ezeket szoktam mindig fokozatosan kipróbálgatni, tehát ugye itt nem 1-2 hétben gondolkodunk, hanem ugye 3, 12 hét, 14 hét, általában mindig ilyen időkben szoktunk gondolkodni, de a volument az csak legvégső esetben. És volumen tekintetében te mit gondolsz arról, hogy kell-e különbséget tenni, vagy lehet-e különbséget tenni olyan ember között, aki naturál, illetve valaki, aki nyilván valamilyen teljesítményfokozással él. Tehát, hogy kell-e edzéstechnikában, edzésprogramozásban ezt figyelembe venni, és hogy kell, ha igen, milyen akkor, tekintetben? És ha kell, akkor kell-e külön, amikor használ és nem használ? Hát ez most egy jó kérdés. Igazából... Tehát most attól függ megint, hogy az, aki használ, az milyen szinten van. Tehát nyilván, aki egy versenyző, és hosszú évek óta csinálja, tudja, hogy mit csinál, ismeri a testét, és vele dolgozol. Aki valószínű, hogy adhatsz egy kicsit nagyobb volument, mert tudod, hogy regenerálódni fog belőle, és tudod, hogy megteszi azt, amit kérsz tőle az edzésen kívül is. Tehát mindegyik faktor teljesül, azért, mert versenyző is, tehát neki ez, tehát most szerhasználó versenyző általában ez nem szokott együtt járni sajnos, de ugye feltételezem, hogyha aki használ valamit, az ugye akkor azért használ, mert versenyez. De viszont vannak nagyon sok esetben ugye sokkal több naturál versenyző, nem versenyző, hanem vendégem van, mint aki használ valamit, és náluk meg az nagyon sokszor sokkal jobban regenerálódnak, mint azok, akik használnak, és ez meglepő. Valamilyen szinten alacsonyabb volument kapnak, és nem kapnak annyi intenzitásfokozót az edzésbe, de szerintem olyan nagyon nem kell különbséget tenni. Tehát mind a kettőknek ugyanúgy 100%-ot kell adni. Valószínű, hogy csak a regeneráció, de ugye a kémia az a regeneráció gyorsítja, tehát ilyen szinten lesz jobb annak, aki használ, de viszont max az edzésnapok száma kevesebb egy naturálnál, de viszont az edzések ugyanolyanok. Uh-huh.
Ezt azért is kérdeztem kifejezetten így, mert nyilván azok, akik ilyen jellegű segítséget tudnak igénybe venni, azok sokszor úgy vannak vele, hogy az izmaik nyilvánvalóan fehérje szintézis miatt hatékonyabban regenerálódnak, tehát ugye ez egy tény, tehát gyorsabb a regeneráció. Viszont ugye idegrendszerileg nem biztos, hogy ezzel lépést tudnak tartani. Tehát, hogy és sokszor azt látni, hogy inkább idegrendszerileg égnek ki, mert az tehát tovább tudod tolni magad, nyilván az erőszinted is sokkal magasabban van, és emiatt az idegrendszered hamarabb kiéghet, hogyha te max efforttal nyomod az edzéseidet, és hogy sok esetben még azt, talán még azt is látni, hogy lehet, hogy még kisebb volument tudnak nagyobb, tehát összetettebb, igen, nehezebb mozgások során eltolerálni ezek a személyek, mint mondjuk aki naturál, emiatt nyilván az erőszintje sem olyan, alapvetően az izomzata is lassabban regenerál, de ritkábban akar majd edzeni, mert még mindig fáj, és nem égeti ki magát annyira. Tehát nyilván ez egy ilyen, megint csak ilyen, amit az ember lát, tehát nyilván neked nagyobb tapasztalatod van ezen a téren, és azért mondom, hogy mi az, amit te látsz ebben. Hát teljesen így van, hogy mondod, meg ugye akik használnak valamit, nekik az ízületeknek adaptálódni kell ez az erősödéshez, ami nem feltétlenül, sőt sokkal lassabb, mint ahogy a többi, tehát az izomzat nő, úgy nem fejlődik olyan gyorsan ez a másik tényező is, úgyhogy lehet, hogy nem épp az a legjobb megoldás, hogy nálam nem nagy különbség van, a naturálok és a nem miben változik, amikor használ és nem használ? Tehát, hogy mit tapasztalsz? Mármint mi? Hát a versenyző, aki amikor használja a regenerációban, és amikor nem használja a regenerációban. Tehát milyen változás? Hát előbb jön a túledzés mindenképpen. Tehát az ilyen alvás minőségromlás, reggeli fáradékonyság, libidó csökkenés, hogyha ugyanazt folytatja. Tehát ilyenkor több pihenőnap kell. Hát nyilván most már annyira nem is szokott jelen lenni ez a naturál, nem van aki használ, van aki nem, kevesebbet használ, meg ugye vannak a naturálok, akik még nem használtak semmit, tehát ilyen leállni nagyon nem szokott senki, tehát ez így van, mennek TRT-re, és akkor azt mondják úgy, hogy nem használok semmit. Tehát most ez a TRT is kinek micsoda, általában az emberek úgy lövik be a TRT-t, hogy hát ez a csávó, ez ennyit használ, akkor én is ennyit használok. Igazából azt úgy kéne, hogy megnéznek egy vérképet, és akkor belőjük azt, de hát ugye arra nincs pénz, meg kell a koxra. És ez így igen. Van. Úgyhogy általában ezt eszem észre, hogy a libidó csökkenés az, ami először jelentkezik, utána éjjel is, éjjel sokszor fel kell WC-re, rosszul alszik, tehát a hasonló túledzés. Én nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy nyilván azért is kérdezgetek ennyit így, hogy látni azt, hogy alapvetően ugye azokból, amiket akár Instagram sztorikat posztolsz a klienseidről, vagy ugye a saját edzésedről, és ugye gyakorlatválasztás, tehát nyilván ide szeretnék egy picit kijutni, hogy ugye manapság nagyon nagy divat lett nyilván a science-based, meg evidence-based edzés, hogy mi az, ami a legtökéletesebb mozgáspálya, mit hogyan kell úgy csinálni, hogy az úgy jó, és a többi az nem, és hogy nyilván ebben egy kicsit nagyon, nem is kicsit, nagyon könnyű elveszni, hogyha az ember nem annyira régóta van benne, vagy nem annyira tájékozott jártas, nem is tudom, hogy mondjam, hogy te mennyire tekint... tapasztalt. Igen. Hogy te mennyire tekinted fontosnak, vagy inkább ilyen kulcskérdésnek azt, hogy az ember az edzés tervében milyen gyakorlatokat választ, hogy mi az, ami a legfontosabb szempont, hogy milyen gondolatmenet szerint szoktad ezt így kezelni, felépíteni, akár az edzetteidnél, vagy akár magadnál?
Magamnál ugye ez könnyű, mert ugye tudom, hogy mi az, amit jól érzek, mi az, amiben tudok felülni. De általában mindig az szokott lenni, hogy minden gyakorlat, ez most egy mire kialakítunk egy tökéletes edzéstervet valakire, amire rá van szabva, az egy hosszabb idő. Kipróbálunk sok mindent, nem egy edzés erejéig, hanem több, és amivel legjobban tud azonosulni, tehát amiben úgy érzi, hogy legnagyobb progressziót tudja majd elérni, tudja növelni a súlyt, és nem annyira fontos tényező az, hogy mennyire érzi, de viszont az is sokat számít, hogy milyen az agyizom kapcsolat. Most például mondják azt, hogy egy edzésen muszáj guggolni. Mert mi 3 éve nem guggoltam. Tehát most mondják azt, hogy az a legjobb, meg anélkül nem fejlesztesz lábakat. Tehát szerintem van lábam, de és 3 éve nem guggoltam, mert egyszerűen úgy érzem, hogyha guggolok, nem mondom, jó gyakorlat az, de annyira fáj utána mindenem, meg az idegrendszerem ki van, hogy utána egész héten nem tudok edzeni. Tehát akkor az most jó vagy rossz? Tehát az előre visz? Progresszió vagy nem progresszió? Tehát nincs olyan, hogy valakinek lemásolom az edzéstervet, hogy van olyan gyakorlat, ami kötelező, vagy bármi, tehát ezek akkora hülyeségek, hogy még nagyon sok edző úgy csinálja, hogy ami neki beválik, azt rányomja az összes vendégére, és akkor az a legjobb, mert az nekem működik. Nézd meg, én is milyen izmos lettem tőle. Ez nem így van. Van, akinek a guggolás nagyon jó. A guggolás egy nagyon jó gyakorlat, de viszont aki nem tud guggolni, annak nem jó, mert ott minden fog dolgozni, és nem az fog fejlődni, ami kell, és csak az idegrendszere megy tönkre. Tehát általában mindig azt szoktam, hogy átnézünk minden gyakorlatot, és amivel a legjobban tud azonosulni, legnagyobb progressziót tudja elérni benne hétről hétre, az marad bent az edzéstervbe, és egészen addig marad bent, ameddig arra a gépre lehet súlyt rakni. Tehát amikor már súlyt nem tud rakni rá, vagy attól a gyakorlattól elkezd valami kicsit fájni, akkor kivesszük és cseréljük másra. Tehát ebben se hiszek, hogy egy edzéstervet 2 hetente kell cserélgetni, meg ugye várják a vendégek, hogy most a héten milyen gyakorlatot rakunk be, semmilyet. Tehát majd, mikor lesz változás? Majd edzel 6 hónapig, és ha látom, hogy a lábtorlóra már nem fér több 20-as, akkor lehet, hogy átrakunk valami más gyakorlatot, de nincs szükség arra, hogy hetente, meg 2 hetente, meg sőt, még arra sem, hogy havonta változtassuk a gyakorlatokat, mikor van 2 rotáció esetleg, és akkor azt változtatod. Tehát itt jön be, hogy szórakozás az edzés, de nem ennyire. Hát igen, tehát most szórakozni akarunk menni, akkor ne edzőterembe menjünk, tehát érezzük jól magunkat, de attól függetlenül az edzés marad. Jó, nyilván akinek nincsenek nagy célja, egy unalmas, tehát az ilyen stílusú edzés az unalmas. Akinek. Most például nekünk nem unalmas, mert mi, nekünk ez jelenti azt, hogy amit élvezünk. De most nyilván egy átlag embernek, akinek nincsenek olyan ambíciói, hogy milyen izmos legyek, csak jól akar érezni magát a testében, neki igénye van erre, ezt is szem előtt kell tartani, hogy nyilván nem fog lemenni fél évig ugyanazt a gyakorlatot csinálni, mert egy hónap után megunja és abba hagyja az egészet. Nyilván itt meg kell tenni azt, hogyha hosszú távon, tehát ha fejlődni is akar, akkor valamilyen szinten tolerálnia kell neki is. Tehát, de ezt meg általában az ember így beleérik a legtöbben. Persze, persze. Jó, akkor ez maradjon, akkor most mehet. Igen, de sokszor azt látod, hogy főleg edzőként, hogy az emberek többsége saját magán, és ez még rám is igaz, tehát hogy mi se vagyunk szerintem különbek ebben, hogy sokszor az van, hogy a fejlődésünknek gyakran mi szabunk igazán gátat. Tehát pontosan azzal, hogy valamit nem akarunk úgy csinálni, ahogyan valójában tudjuk, hogy kellene. Tehát például a monoton edzés, igen, vagy az, hogy akár nyilván mondjuk legyen ez a táplálkozás, hogy úgy enni, annyit enni, stb. Tehát vannak olyan dolgok, amiket úgy tudjuk, hogy meg kéne tenni, de nem akarjuk, vagy nem tesszük meg. És sokszor ezt látni akár ugye az edzésben is, hogy tudja az illető, hogy neki nem azt kellene csinálni, vagy éppen, hogy monotonabbá tenni az edzést, de egyszerűen úgy van vele, hogy ő nem bír, nem, egyszerűen abban a fázisban nem kész arra, hogy megtegye, és emiatt a saját fejlődését fogja vissza. Igen. Nálam ez főleg inkább a kajában van jelen, tehát edzésben nem volt soha ilyen probléma, hogy a monotonitásnak, hogy meguntam, vagy bármi,
Nálam a kaja az, ami állandóan kiéget, a táplálkozás, úgyhogy... Igen, ez... mindenkinek megvan a maga keresztje. Persze. Tehát, tökéletesek lennénk, akkor már nem itt tartanánk. Igen, bár ez is olyan, hogy ha tökéletesek lennénk, akkor lehet, hogy nem is tanulnánk a helyzetekből annyit. Tehát, hogy nyilván azért ez fontos, hogy a hibák azok sokszor nagyon sokat tudnak tanítani, és talán még többet, mint hogyha az ember úgy effektíve tanul, vagy esetleg úgy tapasztal. Hát ugye hibákból lehet tanulni. Így van. És nyilván edzőként meg azért is fontos, mert minél több hibát látsz, annál jobban tudsz rá reagálni, hogy ezt hogyan kell javítani. Persze, hogyha valakinél ugye előfordult már egy hiba, és sikerült megoldani, akkor a következőjén már azzal kezded. Tehát akkor nem kell kísérletezni. Valószínűleg nem ugyanaz lesz, tehát nagyon kicsi az esélyen, ugyanaz lesz a probléma, de viszont valahonnan tudsz már kiindulni. És mit gondolsz egyébként? Mi a egy edzésben? Tehát, hogy ha az edzést nézzük, és gyakorlatválasztásra maradunk megint csak, melyik lehet a fontosabb, hogy az adott gyakorlat anatómiailag, vagy biomechanikailag megfelelő legyen, vagy kvázi mondjuk az, hogy tökéletes legyen, vagy lehet, hogy az adott gyakorlat egy kicsit kevésbé hatékony, viszont az illető nagyon motivált benne, nagyon élvezi, emiatt jobban tolja. Melyik lehet a fontosabb? Tehát, hogy inkább arra helyezni, hogy mi az, amit nagyon-nagyon motiváltan csinál, és lehet, hogy csak mondjuk 90%-os hatékonyságból gyakorlat, a másik meg lehet, hogy 100%, de nem élvezi annyira, ezért nem fogja annyira megnyomni se. Jelentkezek közben. Én általában mindig afelé dőlök, hogy legyen lehető legjobb gyakorlat. Ma csináltam, van ez az új fogó, amit a teremben csináltunk, hogy olyan, mint a Prime fogó, hogy több csíkos. Na, kipróbálom, bicepszezek vele egyet. Hát mondom, szar. Bedobtam, elment a francia rúdé vissza. Na, mondom, ez fasza lesz. Ja. Igen, tehát, hogy neked mi ad benne a tapasztalatod? Hát igazából ezt is az válogatja, hogy milyen típusú a vendég. Tehát, hogy mi az, ami... Tehát most nem fog elmenni egy, nem tudom, egy 40 éves apuka abba az irányba, hogy azt csinálja, amit nem szeret. Tehát akkor inkább valami kompromisszumot kell tenni, hogy jó, hogy most megcsinálod, most berakjuk ezt a gyakorlatot, de viszont akkor meg kell csinálnod ezt a másik gyakorlatot. Tehát valamilyen szintű kompromisszumot kell kötni, mert arra is kell gondolni, hogy hosszú távon, tehát hogy ne égjen ki, mert nagyon, nagyon gyorsan kiégnek az emberek. Ugye őket, most minket annyira a külső ingerek nem zavarnak, mert ugye mi e köré irányítjuk, tehát e köré igazítjuk a napunkat szinte, hogy mikor eszünk, mikor dolgozunk. Ugye van olyan szerencsénk, hogy mind a háromunk saját maga tudja beosztani a munkaidejét. Mi e köré időzítünk szinte mindent, amikor csak tudjuk, de azok az emberek, akik ezt nem tehetik meg, sőt, sokan nem tehetik meg, azoknak sokkal több inger lesz az, ami befolyásolja azt, hogy mennyire lesz kedve lemenni, és hogyha még olyat kell csinálnia, amit nagyon nem szeret, de viszont a leghasznosabb gyakorlat, akkor az nem lesz hosszú életű egyáltalán. Tehát valamilyen kompromisszumot kell kötni mindenképpen, hogy jó, akkor berakjuk ezt is, amit nem szeretsz, de berakjuk azt is, amit szeretsz, és akkor valami mégis jobban fog működni. Uh-huh. Szerintem. Igen. Azért is kérdeztem, hogy például én magam tekintetében olyan vagyok, hogy gyakorlat választásra esik a sor, valahogy mindig ott lyukadok ki, hogy mi az, ami igazán motivál. Tehát nyilván az, hogy fontos az, hogy milyen keretből választok. Nyilván mindig olyan gyakorlat keretből választok, amik azért az adott célizomnak hatékonyak. Nyilván az ízületeimet ne nyírják ki, az idegrendszeremet, amennyire lehet, ne nyírják ki. Viszont utána nagyon-nagyon domináns az, hogy mennyire élvezem azt a gyakorlatot. Tehát, hogy mennyire motivál az, hogy fejlődjek benne, hogy még akarjak, na még egy ismétlést akarjak belőle kiszedni, és hogy következő alkalommal megint. Illetve az, hogy mennyire tudom mondjuk az adott terhelést egyre jobban kezelni. És például Szabival szoktunk ezen vitatkozni, vagy nem is tudom, hogy ez vitatkozásnak számít, hogy bizonyos gyakorlat, mondjuk legyen ez a triceps lenyomás csigán, és
Használom a... Milyen fogónak is nevezted el azt a... Úgy hívom, van a... ha valaki ismeri ezeket a Trion fogókat, ezeket a fekete szarvány, bocsánat, akkor van benne egy-két fogó, ami ilyen kicsit kisebb, és akkor van egy egész szűk fogó, és akkor úgy szoktam hívni, hogy az a bro hendő, mert hogy a tesó fogó, mert a tesók csinálnak csak ilyen szűk letolásokat. Na, és hogy például én ja, ezt az a gyakorlatot... minimus, mert van a nagy is, az meg a maximusnak hívom, tehát hogy még anatómiát is dolgozzá. És hogy például ez a gyakorlat, ez tipikusan nekem olyan, amit én rendszeresen bent hagyok, és szoktam használni. Egyszerűen az abból az okból kifolyólag, hogy egyrészt edzés után eléggé jó izomérzete van, jól tudom a terhelést is rajta szabályozni, kontrollálni, valamint csak annyit csinálok, hogy nyilván nem próbálom a teljes mozgástartományban használni, mert nyilván nem tudom úgy kinyújtani a könyökömet az alján, amiatt, hogy szűk fogót használok. Ezért ugye a megnyúltabb pozícióban próbálok egy nagyobb munkát használni. Viszont motivál. És mondjuk egy olyanban, ami lehet, hogy anatómilag nagyon-nagyon tökéletes, nem tudom én, egy ilyen cross cable-ös letolás, az nagyon jó lenne az izületi pozíció szempontjából, viszont megmondom őszintén, rohadtul unalmas. Tehát, hogy így odalök, és így jó, de nincs bennem az, hogy ebből még ki akarnék szenvedni még egy ismétlést, míg a másiknál meg igen. És ezért én például azt jobban preferálom esetleg a gyakorlatválasztás során. Tehát kérdés az, hogy vajon, ha így belegondolunk, hogy melyikkel járunk jobban, hogy van a tökéletes gyakorlat, vagy az, hogy megpróbáljuk tökéletes lelkesedéssel csinálni, és hogy melyikkel kapunk többet. Tehát szerintem azért amúgy ez is egy olyan még az is biztos, szempont. Hogy ugye az, hogy a cross cable-eset csinálod, az az a tökéletes, vagy ugye ez. Mert lehet, hogy nem tudod befejezni azt a végét, de beszéltük majd, kell az a vége. Igen. Itt én azt mondanám, hogy ugye annál, például én ezen gondolkoztam már azóta sokat, és az jött eszembe, hogy annál kell, aki olyan szintűen ki tudja tolni magából a szart is, hogy már ezzel is tudod csökkenteni az idegrendszer terhelését, mert akkor nem kell plusz egy sorozatot csinálni, mert már, vagy plusz egy ismétést, mert hamarabb lebukik, mert nem tudja megcsinálni a rövet pozíciót. Mert ott akkor még pumpálhatna bele 4-5-öt, beletolhatná orba szájba, és az lehet, hogy ez már kicsinálná. És így meghagyod neki az örömöt, hogy bukásig edhet, és szarásig, minden, mert hogy akkor meg kell csinálni teljes ismétést, meghagytad neki az örömöt egyik oldalról, viszont a másik oldalról mit akartam? A lényeg az, hogy azt akartam ki, hogy megvan neki az öröm, hogy bukásig edhet, viszont nem azt a gyakorlatot használtad ezt a szűket nála. A lehet, hogy valakinek, ha nem, nincs akkora effortja, hogy bukásig edzem, mert akkor vizélje neki, akkor lehet, hogy jó az a szűk fogó is, mert akkor annyit csinál vele, és akkor úgy csinálja, és akkor lehet, hogy több volument tud úgy bevinni. Tehát egy ilyen... Itt jön ki megint egy egyéni, hiába anatómia, igen, csak nem csak azért jött ez a gondolatom, mert ugye a mai világban már annyira steril, tehát hogyha mondjuk a közösségi médiát figyeli az ember, és próbál belőle táplálkozni, és ugye mindannyian jelen vagyunk ugye az Instagramon, mint ilyen influencerről, és hogy nyilvánvalóan, ha azt nézzük, hogy merre halad a mai edzés, tehát régen, mikor még mi szocializálódtunk, mondjuk azok a videók, esetleg nem tudom, ilyen BBTV és hasonló, hogy azt láttuk, hogy mindenki hardcore, mozgatják a vasakat, edz, mint az állat, és az volt az edzés, tehát a kemény edzés. Ez mára egy kicsit úgy azt mondom, hogy átcsapott abba, hogy ma meg mindenki a legjobban akar izolálni minden gyakorlatot, rezzenéstelen arccal, mert hogyha erőlködsz, akkor az már olyan... nem tökéletes, akkor nem voltál nagyon uralmában a gyakorlatnak, és hogy így egy kicsit így azt mondom, hogy így felpuhult, hogy mindenben a legjobbat akarom csinálni, csinálok 600 gyakorlatot, mert minden izmot a legjobb szögből akarom megdolgoztatni, ahelyett, hogy mondjuk googolnék egy rohadt nehezet, és azt mondom vele, hogy azzal bizony jó sok mindent stimulálok egyszerre. És hogy kicsit ezt a trendet látni, és én azt látom, hogy Ervin is inkább arra azzal a mentalitással van, hogy valahol a középút, ami az igazság, hogy nyilván egy mechanikailag vagy anatómiailag megfelelő
gyakorlat választással él az ember, de a munkát nem lehet belőle kifelejteni, vagy a kemény edzést. Nem tudom, ezt, amit a múltkor is beszéltünk, amikor ott lábaztam, aztán nekem meg szüneted volt épp, hogy ma valaki, mi van, amikor lementünk a terembe, akkor mindent is akartunk mindennel csinálni, és meg is csináltuk. Nem tudtuk, hogy mi a jó, mi a rossz, meg mit kell lenni, de megcsináltuk. Mint ahogy mondtad, hogy a BBTV-ben is az volt, hogy hú, hardcore mindenki, meg háború, meg minden. Akkor mi is ezt nagyon éreztük, de most meg az van, hogy előbb van, nem tudom én, tökéletes edzőruhája valakinek, meg azon gondolkodik egy kezdő, hogy most vajon, ha ebben még csinálok egy sorozatot, akkor túledzem magam, vagy mi? Tehát mi az a túl? Tehát, még ha egész nap lent lenne 24 órát a teremben, akkor sem tudná túledzeni magát, mert azt tudja, hogy mit csinál, meg hogy miből igen. csinál. Tehát ilyenen gondolkodni, mikor lemész a terembe egy, nem tudom, egy év után, vagy akár pár nap után, hogy most hogyha ezt megcsinálom, akkor túledzem magam, vagy mi? Tehát nincs. Tehát most bajjuk be mindannyian, mi volt, mikor először lementetek a terembe? Mindent csináltatok mindennel, és az összeset. Most meg pont az ellenkezője van, hogy először legyen meg a tökéletes felszerelés, jó nézzünk ki, legyen meg a háromlábú kameraállvány, legyen meg a nem tudom milyen táplálékkiegészítő, enni, amikor eszünk, akkor eszünk. Meg ugye... Ma az menő, mert most azt látják, hogy megízni kell, ugye az a csalódás. Igen, meg ugye a kreatint meg kell venni. Az nagyon fontos. Mert ugye minden második kérdés Instagramon is, hogy kreatint, azt mikor érdemes szedni. Igen. Hát meg ugye a BCA, tehát az igen, kötelező kiegészítő, van nélkül nem nő az izom. Igen. Jó, most már okosak, most azt kérdezik, hogy E6, vagy maltodexin. Igen. Tehát, hogy most már ez itt is megy az okosság, tehát, hogy asfagandát akkor mikor, hogy mennyit. Ez van az asfaganda kérdés, a kreatin kérdés, meg az ilyen kérdések, azok állandóan jelen vannak. De, tehát annó nem tudom, ilyen eszembe se jutott nekem soha, sőt, még most jött eszembe, hogy mi az a túledzés, tehát nem akarom magamat becsülni, de egy év edzés után, amikor lefogytam, és akkor kezdtem volna egy kicsit izmosodni, nem az volt az első kérdés, amit kell szedni, hanem oda mentem az egyik edzőhöz, és akkor mit tegyek most? Tehát, hogy mit kell lennem ahhoz, hogy én most izmosabb legyek? Tehát, hogy Oké, edzek, oda teszem magamat, de nem működik, mármint abban a szempontból, hogy ez nem adja ki, tehát hogy ennem kéne valamit hozzá. Még nem tudom, hogy igen. vagytok vele, én nem sok motivációs videót néztem életembe, de amikor megnéztem egy Dorian Yates Bletzengátszot, akkor aztán lehetett pusztítani rendesen. Tehát az volt a végén, amit egyedül néztem, amikor kellett, akkor ahhoz megnéztem, hát, és akkor igen. mentem én nekem is. Nekem volt időszakom, amikor a zene helyett a fülesben Dorian Yates ordítása ment, tehát bevallom, de volt az ilyen. Az is egy opció. Igen. De ja, tehát nyilván akkor mindenki hardcore volt, meg most meg mindenki a részletekben akar elveszni. Azt pont, látom, pont hogy, ez. Mert ugye ezt látják mindenhol, hogy ugye a nagyon sok influencert az Instagramon, hogy a csoda gyakorlatok, meg a táplálékkiegészítő szponzorok, és akkor ebből ő vígan megél, és akkor ők is ilyenek akarnak lenni, meg hasonló tudományosan, mindenki tudós, és akkor nulla tapasztalattal mondja azt, hogy ezt így kell csinálni, ezt úgy kell csinálni, ezt amúgy kell csinálni, de nem tudom, hogy nem is szabad nézni egyáltalán ezt az Instagramot, meg semmit, mert csak rossz van belőle tényleg, hogy és próbálják lemásolni a nem tudom kinek az edzéstervét, meg hogy az illető azt mondta, hogy ez a kiegészítő szar, és akkor ez nem jó semmire, és akkor ezt erősen mondja, hogy ez semmire nem jó, meg hogy nem kell lenni annyiszor, meg nem kell annyit enni, meg mindegy, hogy mit eszel, csak legyenek igen. meg a bakrók, meg a hasonló. Tehát mostanában ez a diéta is kiégett, ez a, hogy minek is nevezik, flexibilis diéta. Igen. Tehát, hagyjuk már, tehát de Dorian Yates például mennyire ette meg a nosztalgia kiflit, meg a satöbbit, mikor készült, és akkor ilyen izmos lett. Állítom, az van az a mars csokis plegyka, amit volt az egyik podcastbe. Micsoda? Van az egy mars csokis plegyka, hogy nem is az utolsó héten, vagy valami olyasmi volt, hogy mindig megevett egy mars csokit, vagy valami ilyesmi volt. Nem tudom, nem mars, nem tudom mi volt, de... Ja. Micsoda?
Dorian, azt most mondta valami podcastben emlék, de nem nyilván tudom. az felejtik el, hogy a 99,9%-ban megette a kajáját, és Igen. ezben. Igen, Na meg, most csak meg ki, az ugye, jó hangzik így ebből a igen, meg ugye ez a szempontból. flexibilis diéta, hogy Szabival pont múltkor beszéltünk erről, hogy ugye kicsit ezek a megnevezések, hogyha azt mondod, hogy flexibilis diéta, akkor mindenki arra gondol, hogy minden szart összeehetek, csak férjen bele a makróba. Arra nem gondolnak, hogy nyilván az az ételforrás, mint vegyület esetleg, hogyan hat a szervezetre, és milyen hosszú távú hatása lesz. Tehát mondjuk arra, hogy csak férjen bele a zsírbevitelembe, de én margarint eszek. Tehát, hogy egyszerűen nyilván az egy eléggé negatív hatással lesz hosszú távon, ami meg az edzésre is kihat, és a fejlődésre az egészség mellett. És hogy ez a flexibilis, ez kicsit így nagyon elfajult, mert vagy az van, hogy csirke és rizs meg brokkoli, az a nem flexibilis, meg van a flexibilis, ami minden szart összeeszik. Közben meg a valóság nyilván nem ez, hanem az, amit mondjuk például te eszel, az is, ha úgy nézzük, a csirke rizs brokkoli mellett egy flexibilis diéta, viszont egy funkcionális diéta. Tehát, hogy van egy funkciója annak az ételnek, hogy mit akarsz tőle. Nyilván a fejlődést, egészséget akarsz tőle, nem pedig a maximális élvezetet. És hogy kicsit ebben megtalálni a hangsúlyt, hogy nem a végletekben gondolkodnának az emberek, hogy akkor minden szart összehetek, mert benne fér, hanem az, hogy jó, a céljaimnak megfelelően mi fér bele? Tehát, hogy megpróbálok flexibilis lenni, mert mondjuk nem szeretem a rizst, akkor ehetek burgonyát, édes burgonyát, tudom én most mondok, hogy kölest, tehát hogy vannak olyan opciók, amik még hasonlóan jók lehetnek, tehát ehetek én a rizs mellett ilyesmiket is, nem fogok tőle megpusztulni, viszont a céljaimnak meg támogatja. De lehet, hogy ha most a rizsemet én egy, nem tudom, kakaós csigára cserélem, akkor mondjuk a rizsemet hallal, és akkor kakaós csigát eszek egy proteinshékkel, azért szerintem érzi mindenki, hogy nem ez lesz a megfelelő út. Noha lehet, hogy makrókra pont ki tudom számolni, hogy a fehérje, zsír meg a szénhidrát arány az ugyanaz. De és azért... itt jön az, hogy ja. Ugye ez is az, hogy attól függ, hogy kinek. Tehát, hogy lehet, hogy valaki, mert ez tök jól működik, hogy megeteted a kakaós csigát, meg így add mellé a proteinshéket, mert ő arra vágyik. De akkor dönts el, hogy mi a célja. Igen, tehát mondjuk nyilván egy 160 kilós ember, akinek az a célja, hogy mondjuk lefogjon, annak lehet, hogy első lépésben már az is jó, hogy nem minden szart megeszik, amit megtalál, hanem már kontrolláltan eszi azokat. Rendszer van abban, amit csinál. Így van, pontosan. De aki mondjuk teljesítményében a maxot akarja kihozni, és mondjuk versenyző, és csodálkozik rajta, hogy nem olyan a fizikum a másiknak meg, igen, de Ervin miért néz ki olyan jól a színpadon, miközben mész fel, és mit tudom én, a mogyoróhajat másolgatod közben. Tehát, hogy nem biztos, hogy ugyanazt várhatod, mint attól, aki precízen, funkcionálisan étkezik, mondjuk. Meg hát eleve az edzés teljesítmény is nagyon függettő. Tehát most például én, ha megennék egy kakaós csigát, meg meginnák egy dupla fehérjét, akkor kb. 25 percig lenne erőm valamit csinálni, utána meg a shutdown jönne, hogy azt tudom, hogy hol vagyok, és akkor mehetnék haza. Meg hát, hogy egészség szempontjából ez nem utolsó. Nálam a flexibilis diéta az olyan, hogy lehet variálni a kaját. Tehát, hogy nem marhahúst teszek, hanem csirkehúst vagy kaját. Nem krumplit teszek, hanem rizst vagy, nem tudom én, tószkenyeret vagy bármit. De az, hogy most az edzés után beleszámolom a rizs helyett a túrórudit, meg a satöbbi, az nem opció. Tehát igen. Opció annak, akinek nincsenek, nem tudom, akinek az a célja például, hogy lefogjon, és csak kevesebb kalóriát vigyen be. Az oké. Okay. Nem a legjobb, de viszont igen. Meg tudja tenni, mert nem akar, nem tudom, milyen, nincsenek milyen nagy ambíciói, neki csak szeretne egy jobb testben élni, és hogyha eddig minden kajába túrórudit evett, akkor csak abban az egybe fog, akkor az már hatalmas fejlődés. Így van, ez már neki is jobb. És lehet, hogy már egy hónap múlva már sem fogja kívánni, mert rájön, hogy az szar. Igen. Ez olyan, mint amikor mondjuk bejön, teszem azt mondjuk hozzám személyi edzésre valaki, aki életében nem edzett, és megkérdezi, hogy neki hányszor kell edzenie egy héten ahhoz, hogy valamit történjen. És mi a válasz erre? Valószínűleg az, hogy egyszer.
Mert ha már egyszer edz, már egyel többel edz, mint amikor semmit nem csinált, tehát ő neki már az is változást fog hozni. Ha kétszer, akkor nyilván még jobb lesz. Ha háromszor, még jobb lesz. Négy már nem biztos, hogy jobb lesz, de van egy olyan szint, ameddig mindig hozzáteszel, jobb lesz. Tehát, és ugyanígy van a kajában is, hogy ha valakinek éppen az a célja, hogy ne halljon meg, mert annyira elhízott, akkor neki minden, amit változtat, egy picit is, ha elvesz egy túróródit a napjából, neki az már egészségügyileg jobb lesz, hiszen fogyni fog, az egészsége jobb lesz, de nem a legjobb, tehát nyilván nem a leghatékonyabb módszer, de jobb, mint amit eddig csinált. És vannak fokozatok, tehát hogy ebben is lehet változtatni és fejlődni. Én nekem az és kinek mi az igénye? Mi az a szint, amit hajlandó megtenni? Áldozatot, vagy nem is tudom, energia ráfordítást, és milyen eredményt vár tőle. Betarthatóságnál, hogy vegyünk egy versenyzőt, aki flexibilis diétán akar készülni. Itt nem feltétlen csak az, hogy maga az íz érzék, hanem az, hogy betarthatóság kedvéért, hogy ugye valaki sokkal rosszabbul tolerálja az éhséget, mert hogy többet éhezik, vagy olyan típusú ember valaki abszolút nem is érdekli. És aki rosszabbul tolerálja az éhséget adott esetben, lehet, hogy neki az lesz a jó, most nem a kakaócsigát fogja ekkor sem megenni, hanem adott esetben vegyen mondjuk, most előni a kukoricapehely jutott eszembe, vagy kukoricapehelyet, és egyesével megeszegeti, mert kevesebb stressz jelen neki fejben, jobb lesz a regenerációja, lehet, hogy nem fokozza a teljesítményét a kukoricapehely, viszont az össz teljesítményét meg ezáltal fokozni fogja. De ez megint az egyéni kérdés, és nem azt mondtam, hogy most marcsoki tegyen, hanem azt, hogy akkor egy olyan bizonyos kompromisszumot kötni ezen belül. Ez persze lehet, de viszont, hogyha valaki például legyen az versenyz, legyen nem versenyz, és diétázik. Hogyha ilyen flexibilis diétát csinál, és például azt mondja, hogy ó, 3 napja puffadok. Na, mit ettél? Hát, ma ezt, tegnap azt, azelőtt azt, akkor hogy találd meg a megoldást? Igen. Tehát ez ugyanígy egy versenyfelkészülésnél ez még fontosabb, ugye, nyilván már hú, ma vizesebb vagyok, most ez a bajom, most puffadok, most nem volt olyan energiám, és akkor visszanézett, hogy mit evett, tehát ő sem tudja megmondani, mert nagyon flexibilis volt. Igen. Tehát meg hogy tudod visszakövetni, hogy tudod ezt figyelni? Sehogy. Igen. És például a versenyfelkészülésben ez egy kulcskérdés, hogy ott minden változót kontrollálni akarsz a végkimenetel érdekében. Na most, ha egy versenyfelkészülés alatt folyamatosan más teszel, honnan fogod tudni, hogy mi az, amit jól tolerálsz, mi az, amit rosszul, mire hogy reagálsz mondjuk, hogyha mindig más teszel. Tehát te kiszámíthatóságot akarsz, hogy minél kevesebb változód legyen, amivel foglalkozni kell. Ott megint nem célszerű az, hogy össze-vissza mindent teszek. Lehet, hogy zsírt veszítesz, de nem tudod megfigyelni, hogy hogyan működik a szervezeted. Visszakanyarodok ebbe az edzésbe, ha már úgyis edzés volt a szó, úgy, hogy az edzéstervezésnél is ugyanez van, hogy hát akkor mindenen gondolkozol, mindent variálni akarsz, közben ezzel fogod elbaszni a dolgot, mert már annyi helyen próbálsz, ahelyett, hogy egyszerűsíteni az egészet, és csak úgy vinnéd, és így működne az egész program magától. Mert hogy ott, ha sokan ugye most mindent túl gondolnak, hogy 5 fokot ide, 6 fokot ide, miközben a nagy változókat nem figyelik, hanem a kis változókat próbálják ide-oda. És azokba vesznek el. Igen. Igen, meg mondjuk edzésről edzésre valamit variálni. Most ezen az edzésen nem úgy éreztem, mint a múltkor, akkor valami kicsit arrébb kell állni, vagy más szögben, és mindig variálnak valamit. Ezt pont az egyik vendégemnél múltkor volt egy ilyen, hogy ő horgászik, nagy horgász, és hirtelen eszembe jutott, hogy mihez lehetne ezt hasonlítani, hogy ő is átérezze, hogy miért nem célszerű folyamatosan variálni, még akkor sem, hogy azt látod pillanatnyilag, hogy valami nem fejlődik. Tehát mondjuk teszem azt, hogy van egy étrended, és a súlyod valamiért elkezd stagnálni. Nem biztos, hogy azonnal be kell pánikolni, és elkezdeni variálni. És hogy neki hoztam fel azt a hasonlatot, hogy mint amikor elmész horgászni, bedobod a csalit, és fél percen belül nem harap rá a hal, elkezdenéd kihúzni, hogy úristen, biztos máshova kell dobni, mert ott nincs hal. És kihúzod, újra dobsz.
Megint nem harap rá, meg biztos rossz helyre dobtam, és folyamatosan bedobnád és kihúzod, bedobnád és kihúzod, és szerencsétlennek halnak ideje sincsen, hogy ráharapjon, mert te már kihúzod. És körülbelül a variálás is ilyen, hogy ideje sincsen a szervezetednek jelezni, hogy valami okés vagy nem okés, vagy kitapasztalnod, hogy fejlődsz-e azzal az adott módszerrel, mert már variálsz rajta. És ez lehet akár maga az edzés terv is, hogy nem tudod megmondani, melyik gyakorlatoktól fejlődsz jól, mert 2 hét után lecseréled őket. És akkor mire hogy reagálsz? Hogy mondod meg, hogy mi az, ami jó neked? Mind a türelmetlenség, tehát most mindenki, rögtön mindenki minden, mindent egyszerre, nincs idő várni, jól kell kinézni nyárra, de viszont a legtöbb embernek ilyen átlagon felüli eredményt akar, még az átlagosnál is kevesebb munkával. Igen. Tehát ez sehogy se lehet megkerülni, se az edzést, se azt, hogy mit csinálsz az edzésen kívül. Tehát ez ugyanúgy van, hogy annak, aki 150 kilóról le akar fogyni 100-ra, ugyanazt el kell végeznie, mint aki fel akar készülni egy versenyre. Nincs különbség. Mind a kettőknek a saját magukhoz miért 100%-ot kell beleadni, mert ha ezt nem teszik meg, akkor ez semmi. Tehát nincs különbség. Tehát most jönnek az, hogy jó, de én nekem nem kell olyan szigorú kaja, mert meg nem kell olyan érzés, mert én nem akarok versenyző lenni. Jó, de le akarsz fogyni. Mi a különbség? Tehát az egy ugyanolyan cél, mint egy versenyzőnek, tehát ugyanolyan effort kell hozzá, mert ugye egy versenyzőnek egy versenyfelkészülés, ha többször csinálja, ez nem olyan nagy dolog, meg tudja, hogy mire számíthat. De viszont aki még nem, aki elhízott 150-re és le akar fogyni 100-ra, annak ez ismeretlen lesz. Igen. Sőt, sokkal nehezebb, mint egy versenyzőnek a versenyfelkészülés, mert ugye... Mert a versenyző élvezi a folyamatot részben. Igen, jobban, valamilyen szinten. Valamilyen szinten. Meg ugye ott a dátum. Tehát én mindig azt mondom, hogy könnyebb legyen kitűzve egy dátum, például aki nem akar lefogyni, de viszont egy nagyon jó formát akar, akkor tűzön ki magának egy fotózást például, és akkor tudja, hogy ha arra fotózásra szarul fog kinézni, akkor olyanok lesznek a képek. Tehát igen. Nincs mit. Ugyanígy ki kell tűzni mindig rövid távú, mert rövid távú célokat, tehát dátumot nem kell kitűzni, rövid távra inkább célokat. Tehát, hogy most ma ezt csinálom meg, holnap abba leszek jobb, tehát ilyen kis progressziókat, de viszont akkor is ott kell legyen egy hosszú távon egy dátum, ami például én hogyha nem lenne dátum, én nem is tudnék versenyre felkészülni. Tehát hogyha nem lenne dátum, én nem tudnék egy versenyformát összehozni csak úgy hobbiból például, mert nincs tétje. Tehát nincs az, hogy aznap, hogyha szarul nézek, akkor mindenki rajtad fog röhögni, mit keresel itt. Tehát az ugyanígy van, hogy mindig kell legyen valami, és nem kevesebb munka kell ahhoz, hogy egy átlag ember egy átlag formát összehozzon, mint egy versenyző egy versenyformát. Ugye ez jó gondolat, igen. Szerintem itt zárhatnánk is, mert pont 1 órát túléptük, és ez jó gondolat záró, ez a progresszió és a célokról beszéltünk. Illetve hát az, hogy hát nyilván most zárjuk, de Ervint várjuk vissza máskor is, mert már beszéltem vele privátban, hogy mindenféleképpen jöjjön vissza egy párszor még, nem is egyszer. Így az első, ebben a részben szerintem elég sok mindenről beszéltünk, úgyhogy a következő részekben, akár a következő részben is, ha valami felmerül kérdés van ezekkel kapcsolatban, vagy valakit jobban érdekel egyes téma, akkor szerintem szívesen beszélünk azokról is. Szerintem egyet értetek velem. Írják meg kommentbe. Így van. Így van. Ja. Ez jó. Vagy jó. Hogyan szedjünk fel egy csajt helyett, hasonló dologban kérdezzük. Neked is rád is írt az igen, hat évvel idősebb csajra. Hogyan ír rá? Már nem azért, de ma nem tudom, hogy ki írt, szerintem valószínűleg ugyanaz volt a Q&A-ba, de csak a libidóról kérdezett. Hogy csak hogy a libidó csökken, emiatt csökken, tesz a tönkre. És ülök ott, hogy normál diétán nem csökken, ha versenyző, akkor meg bazd meg, akkor ne versenyezzen. Hát a faszom, hát tűrje el, hogy csökken, hát most nem? Tehát ez így, igen. Ez ezzel jár. Ezeket a kérdéseket kell megválaszolni legközelebb. Párkapcsolati tanácsok, stb. Egyből jobban megy. Az egyébként valószínűleg a nézettség az egekben. Igen.
Ez ki kell Három rakni egy ilyen testvérkétől kérdezfeleket, beszélget. és akkor kérdezzenek mindennel kapcsolatban. Jó, ja. Jó, mindenféleképpen lesz valami. Jó, köszönöm szépen, hogy Ervin, itt voltál velem, Köszönöm a velünk. Meghívást. Illetve, hogy előd is benézett hozzánk, így akkor most már hárman is voltunk. Ez volt mind a hármunknak az első hármas podcastje. Ezt így megjegyzem az utó végén egyszerre. Úgyhogy még egyszer köszi. Köszönöm szépen, hogy végighallgattátok. Sziasztok. Ciao. Sziasztok.